Sziasztok! A mai Lessünk Bele epizódban a Dead by Daylight-ot fogjuk kipróbálni, ami egy co-op horror játék. Úgy tudom, hogy négyfős csapatok, hogy csapat van egy gyilkos ellen, aki próbálja őket levadászni, és csapdákkal lehet ezt megakadályozni. Még én sose játszottam vele, úgyhogy nem tudom milyen lesz. Reméljük nem túl karás. Oké, hát ez így eléggé kurva kezdés volt. Sutty. Oké, hát ez eléggé 18 pluszossal kezdünk. Hát ez így... hű. Laza volt az intro. A halál nem egy... kijárat. Oké. Akkor egy laza belekezdést próbáljunk meg. Hú. Hát ez így bemelegítésnek eléggé... vadul sikerült. Se szó, se beszéd. Két hullát biztos gyártott a kollega, és nem tudjuk, hogy végződött a harmadik sorsa, de szerintem ő se járt sokkal jobban. És most fogom először indítani, úgyhogy még lehet, hogy egy-két dolog kelleni fog. Oké. Rituálék. Oké, tutorial. Barátok. Játszom túlélőt, játszom gyilkost. Nyírjuk ki a barátainkat, és volt. Ez így. Ez mi? Oké, Survivor. Próbáljuk túlélni? Próbáljuk túlélni. Igen, itt választhatunk karaktert. Na nézzük, mindegyik első szintű. Négyen le vannak lokkolva. Neki elég vad feje van. Ja, hogy itt vannak a nehézségek, aha. Ha nem a haladóval kéne kezdeni, hanem mondjuk egy könnyűvel, akkor legyen ő. Legyen ki a versenyző. Ace Visconti. Randy check. Nézzük, milyen felszerelése van. Jó. Perkek. Nincsen semmink. Nagyon jó. Akkor a ruciát át tudjuk alakítani két fél évé. Öltöny. És véres gatya. Hát... nem, még a fejét is lehet sapkás, vagy nem sapkás. Olyan színész feje van, nem? Miután este van, én szerintem ne napszemébe rohangáljam. Na mindegy, próbáljuk meg, aztán valami csak történik. Reméljük gyorsan talál valamit a szerver, már tölt is be. Igen. Jó, mindenki kész. Bloody Party Streamers. Oké. Úgy látszik, ilyen elterelő dolgokat, meg csapdákat tudunk itt csinálni, hogyha
motorokat, meg efféle generátorokat kapcsolunk össze. És ha mázlink van, akkor az a gyilkos képébe robban. Aha. Rendben. Hú, szerintem elég gyorsan le fognak mészárolni minket. De hát próba cseresznye, ahogy mondani szokták, aztán majd meglátjuk. Na, már csak órák kérdése. Kicsit lassan tölt, de annyi baj legyen, ha hozza a játékélményt. Okay, itt vagyunk mi. Elég fura ez a térdelő rajt. Nem tudom, hogy lehet futni. És hogy ezek a madarak biztos, hogy nem jót jelentenek. Csupa vér a padló. Úgy megy ez az ügy, mintha is. Aha. Ezt itt nem látsz. Ilyet én is tudok. Ez biztosan az volt, hogy csapda. Úgy megy az űrge, mintha tudná, mit kell itt csinálni, úgyhogy maradjunk vele szerintem. Hopp, ott van valaki. Elég rossz állapotban. És ott van mögött a gyilkos. Akkor talán ne arra felé menjünk. Ki van terülve, vagy az... Az nem tudom. Egyelőre még semmilyen gomb nem működik, csak a mozgás. És elvesztettük a pajtinkat. Hát megvan a futás. És úgy tűnik, hogy felkampózták a másik versenyzőt. Aha, ezt kell megszerelni. Biztos ki fognak nyílni. Közben quick time event is van. Jó, azt nem vettem észre. Ajaj. Hát ez... csúnya. Hát ez annyira nem jó, éppen lángolunk, de talán leszed itt a kollega. Valamit csinál. Ó, hát ez remek volt, köszi. Megfőztek volna kis híjén. Ez itt miért? De szóval fogalmam sincs, mi történik. Hát... Ujjjj.
Eléggé súlyos ez a történet. Ezerrel kell spamelni az X-et, úgyhogy én nyomom. Hát a Mind of Torkon az az akármi. Meg hát a kikét. Törnöm. Oké. Ez fura volt. Egy pók szellem. Fölrakott minket a plafonra. És minket feláldoztak. Oké. Hát ez így eléggé durva élmény volt így az első próbálkozásra. Ha nektek tetszik a játék, nyugodtan próbáljátok ki. Én nem igazán vagyok az a stílus képviselője, aki ezt élvezi. Biztos, aki ért hozzá, meg tudja, hogy mit, hogyan, merre, az jobban jár. Ha esetleg akarjátok, akkor megpróbálom még egy kört futni vele, de magamtól én ezt annyira nem erőltetném. De ha nektek tetszik, akkor adok neki még egy esélyt. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, várom a kommentjeiteket, és folytatjuk a legközelebbi Lessünk Bele epizóddal. Sziasztok!